2006-ban kerültem a nagyszalontai gyermekotthonban, és 10 évig voltam az alapítványnál. 2017-ben jöttünk el, akkor alapítottunk úgymond családot, és Magyarországra költöztünk. Ugye nekünk a szüleinkkel volt probléma úgymond mentális egészség miatt, és ezért kerültünk oda a családunkért segítséget, mert senki nem tudott eltartani 9 gyermeket. És amikor bekerültünk, akkor nagyon ijesztő volt. Azonban ez nem tart sokáig, mert ahogy bekerülsz, rengeteg gyerek van, és ugye ez már nekünk otthon is alap volt, hogy gyerekek között vagyunk, és még több gyerekkel, persze, hogy jól éreztük magunkat. Nagyon-nagyon furcsa volt az, hogy keverve voltak a gyerekek, úgymond kicsitől nagyig, volt olyan, aki ugye barna volt, vagy akármilyen, tehát nem számított. Ugyanúgy szerették egymást, mint hogyha a saját testvérei lettek volna, és nagyon könnyű volt hozzászokni a környezethez. Az volt a legnehezebb talán, hogy a szüleink, tehát ők nincsenek ott, hogy hogyan boldogulunk. Nekem viszonylag könnyű volt, mert én már nagy voltam. Pár év múlva haza is mehettünk volna már, mert teljesen jól voltak a szüleim, meg ugye gyógyszeres kezelés, és így tényleg stabilan tudtunk volna otthon is lenni. Azonban az alapítványnál nagyon sok mindent megkaptunk, amit a saját szüleink nem tudtak volna biztosítani. És itt magamból kiindulva az oktatásra gondolok. Tehát olyan szintű oktatásban volt részünk, amit úgy gondolom, hogy így most kinti szemmel a legtehetősebb családok tudnak megengedni maguknak. Mert látom azt, hogy az én gyerekemnek mennyibe kerül egy-egy plusz óra, egy-egy külön foglalkozás, egy-egy sporttevékenység, tehát mi mindenre mehettünk. Néptánctól kezdve minden volt, tehát olyan nem volt olyan nap, amikor nem volt valamilyen programunk, és gyerekként ennél jobbat én nem tudok elképzelni. Tehát olyan, hogy féltünk a nevelőktől, mert szigorúak voltak, de hogy rettegésben élni, ez nem igaz. Tehát nem tudsz ott rettegésben élni, ahol ekkora szeretet van, és sok gyerek. Tehát úgy gondolom, hogy mi pozitívan éltük meg, és azt látom a tesóimon is mindegyiken, hogy még ha büntetést is kaptunk, teljesen jogos volt. Tehát olyan nem volt, hogy azért kaptuk, mert éppen rossz napja van a nevelőnek. És látom, hogy a saját gyerekeimnek igen, néha fegyelmezni kell. Tehát látom azt a nagyon már, hogyha nem húzok egy határt, akkor mindent megenged magának. De milyen büntetéseket kaptatok? Legtöbbször sport. Rengeteget futottunk, guggoltunk, a hármas pozíció. Mosogatás. Igazából a mosogatás az alap volt. Az már nem is volt büntetés, de igen, az volt a legnagyobb büntetés, szerintem, ha valakit így beosztottak, hogy egy hónapig te mosogatsz. Tehát azért az koppant. És úgy gondolom, Csaba testvérnél ezt a legtöbb gyerek megtanulta, hogy ha te becsületes felnőtt szeretnél lenni, akkor vannak határok. És az érezted büntetés által. Szerintem ez jó dolog, hogy meg vannak büntetve azért, amit nem szabad. Déván nevelkedtem föl én is, szintén nagy családból származom, mi heten vagyunk testvérek. Nálunk egy kicsit másabb a helyzet, tehát mi nem árvák vagyunk, vagy olyan jellegű gondok miatt kerültünk az alapítványhoz, mint a gyerekek többsége. Nálunk inkább egészségügyi oka volt a dolognak. Mi kezdetben ketten kerültünk az alapítványhoz, és kicsik voltunk mi is, tehát ilyen elsős-másodikosok, és az tényleg az alapítványnak a legeleje volt, tehát az teljesen más élet volt, mint amivé aztán kinőtte magát, de nekünk gyönyörű éveink vannak. De én olyan élményekről tudnék beszámolni, amiről szerintem nagyon-nagyon kevesen, akár jómódú családokban felnevelkedettek is tudnának ilyet felmutatni. És akkor itt gondolok olyasmire, hogy független attól, hogy távol voltunk a családtól, és nem rendszeresen tudtuk látogatni egymást, kaptunk helyettük egy újabb családot, aki úgy fogadott be minket, amilyenek voltunk, és úgy szerettek minket, mint a sajátjaikat. Mi konkrétan az öcsémmel és a bátyámmal egy olyan családhoz kerültünk Csaba testvérnek köszönhetően, akik az alapítványnál tanítottak, a rajztanárnéni, mi a mai napig is így nevezzük, és a mai napig is tartjuk velük a kapcsolatot. Rendszeresen látogatjuk őket, az esküvőnkön is ott volt.
Szóval nagyon-nagyon szoros kapcsolatok is kialakultak, és nem csak az alapítványon belül, hanem az alapítványon kívül is azáltal, hogy rengeteg táborban volt részünk, amit tudom, hogy ha otthon maradunk, úgy az anyagiak és más egészségügyi okok miatt biztos, hogy ilyesmikre nem került volna sor. Rengeteg olyan élményem van, amit el tudnék mondani, hogy milyen az, amikor hatalmas közösségben éltünk, és egy szobában laktunk 10-15-en, de akár 20-an is, és például matracon aludtunk, és emlékszem, a ruhás szekrényünk egy kis banános doboz volt, de a legszebb éveink voltak. Tehát, hogy nem vágyom vissza mondjuk azokra az évekre, ahol már volt saját szobánk, saját ágyunk, saját szekrényünk, mert annyira összehozott minket, és független attól, hogy ki milyen családból jött, ki milyen szociális háttérrel rendelkezett, vagy kire mi várt a későbbiekben, hogyha tovább kellett lépni. És ezek a kapcsolatok is köztünk a mai napig megmaradtak. És mit gondolsz a támadásokról, meg a vádakról? Igen, nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen. A társadalom az mindig két részre oszlott, míg világ a világ, ez így is lesz, és a jó a rosszal mindig kéz a kézben jár. Egész biztos vagyok benne, hogy ez elkerülhetetlen, hogy az ember egy ilyen csapdába belekerüljön, főleg ha a jó szándék vezérli elsősorban. Hibázni meg mindig lehet, és csak az hibázik, akit valamit próbál csinálni. Aki semmit sem tesz, szerintem az meg a legnagyobb hiba mind közül. És persze követvetni a másikra úgy, hogy te nem teszel érte semmit, vagy megérteni se próbálod a helyzetet, és csak valakinek a szemszögéből próbálod ezt tenni, nem tudom. Néztem én is, pont a napokban láttam meg ezt a most futó YouTube-os felvételt, és én nagyon meg vagyok botránkozva amiatt, hogy akit eddig borzasztóan szerettünk, magasztaltunk, az most hirtelen egy ilyen interjú által semmivé vált a szemünkbe. Hirtelen már egy csuhás, nem az a pap, akiről eddig beszélgettünk. Hirtelen elveszítettük azokat az éveket, amikről eddig beszélgettünk, ami eddig érték volt a kezünkbe. Feledésbe merült mindaz a sok jó, amit több ezer gyerek tud alátámasztani. Szóval én nekem ez a fájó pontom, hogy nagyon hamar elfelejtjük a sok jót, ha valaki áskálódni szeretne, és hamar rá kaptam. És amikor ott éltél, akkor tapasztaltál ilyesmit, vagy voltak durvaságok, hogy te éltél? Persze, volt ilyen, inkább, de nem felnőttekkel szembe, tehát gyerekek közt. Mi marakodtunk természetesen, civakodtunk is, tehát hogy én is meg férjhez mentem, és családot alapítottam, 5 gyerekünk van. Elkerülhetetlen az, hogy egymás ne öljék, vagy szekálják, ha eljön az a pillanat, de... És akkor, ahol nem is a saját gyerekeidet neveled, és mindenki más szociális háttérből kerül be összecsiszolódni, biztos, hogy nem egyik percről a másikra megy. Aztán azt megértetni a gyerekkel, hogy ő miért így viselkedik, és nem úgy, vagy az a másik gyerek hogyan veszi azt a jelzést a pedagógustól, a tanártól, a nevelőszülőtől, ez megint gyerekétől válogatja, hogy hogyan fogadja, és gondolom ez amiatt is, hogy ki mivel érkezik az alapítványhoz. De olyan, hogy minket fizikálisan bántalmazni, egyáltalán nem. Nekem sok nevelővel volt kapcsolatom, hogy a nyéven át, és pont mindig a váltásokba bekerültem. Tehát, hogy én nagyon-nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, nagyon-nagyon sok félével. Volt, akivel nagyon gyönyörű kapcsolatom volt, akivel nem volt annyira, volt, akivel meg teljes extázisba estem, mert és végre egy jó nevelő is, és hozzám való. De azért, mert hogy mi egy húron tudtunk pendülni. De nehéz ezt megtalálni, hogy te most 12-féle gyereknek meg tudjál felelni. Mind az 5 gyerek az én édesgyerekem, és mégse tudok teljesen igazságos lenni, ha nagyon szeretnék se.
úgy meg, hogy az adott helyzetben nem is vagy jelen, és nem láttad a valóságot, hogy hogyan történt, és így ítélkezni, az meg még nehezebb, és szerintem még durvább dolog. Szeretettel köszöntök mindenkit, Fekete Bálint Adél vagyok, Marosvásárhelyről érkeztem, és én 2006-ban kerültem a Szent Ferenc Alapítványhoz, Szovátán nevelkedtem, három fiúikért testvéreim vannak, akik 3,5 évesen árvák maradtak, én 14 éves voltam. Tehát a gyönyörű gyermekkori emlékeimet szerintem reggelig tudnám sorolni. Különböző családokra voltunk felosztva, lány és fiú családok külön voltak Szovátán. Nagyszerűek voltak a nevelőink, tehát én nagyon-nagyon vágytam kisebb koromban testvére. Meg is kaptam. Így, hogy édesanyámat gyorsan elveszítettem, tehát nagyon hamar. Mindig lehetőségem adódott a gyermek otthonba, hogy a testvéreimet ugyanúgy elolvassak nekik egy esti mesét, vagy hogy együtt menjünk reggelizni. Tehát fiú és a lány család külön volt, de természetesen mindig volt kapcsolat közöttünk, meg az egészséges testvéri kapcsolatot ápoltuk. Tehát akit éppen most jelenleg támadnak, ő volt a testvéreim nevelője. Én csupa jót tudok mondani arról, hogy milyen nevelést kaptunk mi Szovátán. Tehát igyekeztek mindenki a lehetőségehez mérten megadni mindazt a jót, mindazt a tanulási lehetőséget, a hagyományokat, amikhez különösebben nagyon-nagyon köszönetet mondok, hogy a húsvét, a karácsony, tehát ezek az alapok, amiket mi a lelkünkbe tovább tudunk őrizni. És az a hit, hogy Jézus Krisztusban mennyire tudok hinni. Hát édesanyámat elveszítettem 14 évesen. Haragudtam a Jóistenre, haragudtam édesanyámra. Nagyon nehéz volt mindezt feldolgozni. Tehát igen, Csaba testvérnek köszönhetem mindazt a jót. Mindazt az elengedést. Azt a sok imát. És azt, hogy valóban itt tudok ülni. Egyetemet végeztem, hála Istennek. Van 2 szép, gyönyörű gyerekem. Jelenleg is az alapítványnál dolgozom. Nincsenek szavak, amiket meg tudnék fogalmazni, és tudnám formálni azt, hogy egy ilyen apára hogyan is lehet tekinteni, és mivel tudnám jellemezni őt. Ugye a Szovátáról azt mondják, hogy ott kiabáltak a nevelők, meg erőszakosak voltak. Ezt azért adok hangos hangot ennek, hogy én ott nevelkedtem. Tehát úgy érzem, el kell jönni és meg kell nézni, hogy mi történik nálunk. Kívülről lehet ítélkezni. Tehát vannak fiatalok, akik kikerültek a gyerek otthonból. Én jelenleg fiatalokkal foglalkozom, mert van egy olyan része is az alapítványnak, hogy akiknek szárnyakat adnak, azoknak Csaba testvér még kalácsot is ad, az alapítvány is. Mert hogy nappali központunk működik, a fiatalok gondjukkal, terheikkel, pszichológushoz fordulhatnak, tanácsadásban részt vehetnek. Tehát vannak, nekem 8 fiatalom van, aki Szovátán végzett, ott nevelkedett kiskorás gyerekkora óta, és nem tudtam én most magammal hozni, de nagyon szívesen várunk mindenkit, hogy megnézze nálunk a körülményeket, mert hogy nem, én azt hiszem, hogy az ördög a falra van festve, és nem így történt. Mit tesztek, milyen intézkedéseket vezettetek be az ügyben, hogy ha bármilyen probléma van, tudják jelezni a gyerekek, a pedagógusok vagy a nevelők ezt észrevegyék, milyen újdonságok? Akkor itt mondanám is gyorsan, hogy minden héten van egy-egy ilyen online iskolánk, ahol délelőtti órákban, amikor a nevelők és pedagógusok ráérnek, akkor komoly szakemberektől kapunk segítséget, és felvilágosítás annak terén is, hogy milyen fajta lehetőségek vannak, amiket ki tudunk zárni, ahogyan fel tudjuk ismerni őket. De viszont másfajta tanácsadások is vannak. Ugye azt már Csaba testvér is említette, hogy nyilván mindenhova telefonszám van kifüggesztve, de viszont a gyerekek is egymás között ugyanúgy nyitottan beszélgetnek, nevelők is több időt együtt töltenek beszélgetésekkel, kibeszélni a napokat, a hétköznapokat, az otthoni gondokat esetleg, hogyha valaki hazamegy. Jobban, tehát idáig is figyeltünk arra, hogy ápoljuk a kapcsolatot az iskolások, vagyis a
tanárokkal, az iskolával, az óvodával, de most még fokozattabban látogassuk az intézményeket. Szülőértekezletek azok folyamatosan voltak, de hetente vannak látogatások a nevelők részéről is, ugyanúgy az óvodában, mint az iskolában. Én úgy gondolom, hogy voltak meghívottaid is erre az alkalomra. Igen, tehát igen. Akik nem merték azt a bátorságot venni, hogy leüljenek és megkérdezzenek, és úgymond a számítógép elől pötyögni a legkönnyebb, azok valóban ne ítélkezzenek, és mi meg nem kell védjük magunkat, hanem jöjjenek el és nézzék meg a valóságot, mert azért vagyunk itt, hogy azt a valóságot elmondjuk, ami nálunk történik. Tehát a számítógép elől s a hírekből nem az folyik, ami nálunk van. Akkor én ebben annyit mondanék, hogy én nem az alapítványnak az iskolába jártam, hanem a városi iskolába. És itt azt kell tudni, hogy kis arányban voltunk jelen mi, akiket mindig úgy becéztek, hogy a kolostori gyerekek. És ugye ebből kifolyólag már lehetett tudni, hogy aki nem kolostori, az már ugye tehetősebb, mégis családnál nőtt föl, és esküszöm, mindenki rajtunk csüngött, mert olyan édességeink voltak, vagy uzsonnáink, amit annó még Németországból hoztak, és jaj, nem adnál nekem is, könyörgöm, honnan van? Tehát, hogy ha ezt egy kicsit felmérik, vagy aki valaki jelen van ebben a helyzetben, akkor mindjárt másképp dukál ehhez a témához. De hogy az, hogy éhezni, tehát ez tényleg túlzás. Igen, nem mindig volt, nem tudom, négyfogásos szállodai, éttermi menő, de ez nálunk otthon se. Tehát, hogy van olyan, hogy mi is a hónap végére örülök, hogy kijövünk, és akkor az olcsóbb étellel kihúzzuk. De ez miért lenne rossz? Tehát, hogy ebből a gyerek tanulja már meg azt is, hogy nem mindig fenékig tej fel az élet, és igen, néha kell érte jó keményen küzdeni. Én még annyit akartam hozzászólni, hogy a támogatók. Úgy gondolom, hogy ők olyan szereplői voltak az életünknek, amit soha nem tudunk visszafizetni. Olyan dolgokat kaptunk tőlük, amit én nem tudom, hogy Csaba testvére, hogy összehozta az embereket, hogy összeálltak, és hogy segítettek. Én olyan összefogást életemben sehol nem láttam. És olyan durva, hogy sokszor Tatabányán is megismerünk valakit, és hogyha közelebbről megismerkedünk, meg tudják, honnan jöttünk, és eszükbe jut, hogy annó ő vitt valamilyen adományt, és ezt olyan jó, hogy a világba így elmegyünk, és találkozunk egy emberrel, aki hozzátett az életünkhöz. Nem tudják elképzelni, hogy egy cipő, egy ruha, tanszerektől kezdve a karácsonyi ajándékokig. Én azt mondom, hogy itt a legnagyobb sértés azokkal szemben van, akik odajöttek, hoztak nekünk, és tényleg nem tudom, hogy tudjuk visszahálálni, tehát soha nem tudjuk visszafizetni. Az, hogy mi tehetünk valamit, meg mehetünk önkénteskedni, meg a következő generációnak, ugye mi adunk most már, meg megpróbáljuk még azt a csepp erőt összeszedni, és mindenkit biztatni, hogy menjen, és tényleg ott legyen. Ha azt mondja, az adomány nem jut el a gyerekhez, menjen oda, és adja a kezébe. Mert mi mindig mindent megkaptunk. Akkor nem kaptunk meg valamit, amikor kiderült, hogy más háznak nagyobb szüksége van rá, mint a miénknek. Mert ott, ahol mi voltunk, nagyon-nagyon sok támogató jött, rengeteg. Tehát nem tudom elmondani, tényleg hat halmokba hozták a dolgokat, és tényleg az volt, hogy el kell osztani. Tehát bennebb az országban nem kaptak annyi adományt, és igen, tőlünk vittek át adományt, mert azok a gyerekeknek nem volt. És nekünk is meg kellett érteni, hogy osztozunk. Tehát ahogy jön adomány, többieknek is kell. És azt gondolom, ez a legfontosabb megtanulni, hogy osztozzanak, hogy adjanak másoknak. És ezt mi tényleg megtanultuk. Mi most egy 30 éves bulira készülünk, és azt hiszem, hogy ez a 30 év, ez nem tudott volna megvalósulni, és nem lenne, tehát nem 10 év, nem 20, ez 30 év. Itt mindaz a hitelesség, amit Csaba testvér ment, és ment értünk. És azok a támogatók, akik bejöttek hozzánk, és adtak, mert most is elmondta, hogy mennyi támogatást kapunk a román államtól. Tehát 30 éve mi működünk. Tehát, hogyha valamit nem jól csináltunk volna, nem lennénk most itt. Nem kaptunk volna annyi mindent. Tehát úgy anyagilag is, mint a cipőtől, a ruhától elkezdve mindenig. Tehát van nekünk egy példaképünk, van nekünk egy valóságunk. És persze, hogy ezt védjük, ez a mi várunk, ez a mi otthonunk.